Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szív üzenet tőle. Itt ez a kártya utal a jelenlegi helyzetre, vagy az, hogy mi köt össze benneteket. Itt van a szív, illetve a szívek, tehát itt tényleg egy szív üzenetről van szó, viszont megjelenik itt a 9-es szám, és az utal korlátozásokra, vagy arra, hogy ön nem meri kimutatni az érzelmeit, az is lehet, hogy még van párkapcsolata, és nem tudja, hogy lépjen ki ebből, de ez a korlátozás azt is jelentheti, hogy bizonytalan, és nem tudja, hogy te szereted-e őt. És most megtekintjük az ő gondolatait, az ő terveit. Itt ez a ház utal az ő otthonára, a környezetére, a szomszédokra, ismerősökre, a szülői házra, vagy a rokonságra is. Itt ez a nappali szoba szintén az otthont mutatja. Az lehet, hogy lesz egy új berendezés, valamit változtatnak az otthonukban, vagy valami változik a családban, a rokonoknál, de azt is jelentheti, hogy szeretné azt, ha te meghívnád őt a te otthonodban. Hiszen megvan ez az igény, nem csak nálad, hanem nála is. Azt is jelentheti, hogy ő szeretné azt, ha te megismernéd az ő rokonait, ismerőseit, vagy elvárja azt, hogy te mutasd be a rokonaidat, ismerőseidet neked. De a tervei, a gondolatai arra utalnak, hogy itt lesz egy változás. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt a csillagok szerencsét hoznak. Azt is jelentheti, hogy bízik abban, hogy minden jóra fordul, úgy, ahogy a csillag képekben ez meg van írva. A következő kártya azt jelzi, hogy közeledik hozzád, vagy mit mond neked. Itt van ez a virágos kártya, és ez a virág azt jelenti, hogy ne felejts. És benne van ebben a szóban az, ne felejts el engem, én visszatérek hozzád, vagy én gondolok rád. És most megnézzük azt, hogy mit szeretne közölni veled, de nem mondja ki. A halak jelzik a pénzügyi dolgokat. És itt ennél a kártyánál veszteségről van szó, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát fél attól, hogy nála anyagi veszteség lesz. Ha még van egy párkapcsolata, és válásra kerül a sor, akkor elgondolkozik azon, hogyan tovább. Lehet, hogy elveszíti a házat, a lakást, vagy annak a felét, és itt lesz egy anyagi veszteség. Azt is jelezheti, hogy már elveszett ez a pénz, de nem meri elmondani. Amit a halak még jelentenek, belső értékek, ilyen lelki dolgok, és fél attól, hogy elveszít téged, mert itt jelentkezik egy másik férfi.
amit ez a kép még jelenthet, hogy annak ellenére, hogy nála anyagi veszteségek vannak, és nem mer erről beszélni, mégis lesz egy közeledés hozzád, hiszen ez a kártya jelenthet ugyan egy másik férfit is, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és azt jelzi, hogy itt lesz mozgás, sőt, az is lehetséges, hogy itt gyarapodni fog később, és ügyel arra, hogy az, ami elveszett az anyagiak terén, legyen újra mozgás, tehát ügyel az anyagi dolgokra. És most megtekintjük azt, hogy mit értékel nálad, miért vagy fontos számára. Itt látható ez a király, és a kezében van ez az arany pokál, és az jelzi a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ő szeret téged, de elvárja azt, mint ahogy ezen a képen is látható, az, amit elvár tőled, vagy te vársz el tőle. Az ő gondolata, vagy az ő kívánsága az, hogy tekints fel rá, mint egy királyra, és csodáld őt. Ha így van, akkor biztos a dolgában, kimutatja az érzelmeit, hiszen itt van ez a szív, és erre utal a kehely is, tehát érzelmekről van szó. A következő kártya mutatja azt, mi köt össze benneteket. Itt a nap jelenti a kisugárzást, az energiamezőt, tehát megvan a vonzalom kettőtök között. Kiderül az igazság, tisztázódik valami, de oda kellene figyelni. A nap szimbolizálja a szemünket is. Itt az egyik szem nyitott, tehát légy nyitott arra, hogy ő szeret téged, szerencse lesz, a családban rendeződnek a dolgok, megvannak itt az elvárások, rendezi az anyagiakat, lesz mozgás, átnyújtja ezt a kelyhet, kimutatja az érzelmeit, és ügyeljünk erre a virágra is, azt fogja mondani, ne felejts el. A másik szem így el van takarva, az olyan dolgokra utal, amire nem figyelünk oda, amikor itt vannak a korlátozások, vagy megvannak az elvárások, de a szomorúság is, mert úgy gondoljátok, itt nem lesz mozgás, nem megy tovább, nála megvannak a félelmek, hogy elveszít téged, mert ott van egy másik férfi, vagy megismerkedsz valakivel, megvan ez a királyi büszke tartás, de visszahúzódó, hiszen itt vannak a korlátozások, akkor rossz irányba tekintesz. Nyisd ki a szemed, és nézd a valóságot. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!